Köszöntöm a köztér nézőit. Átalakult a szakképzési rendszer, hogy egészen pontosan mi mindenben változott és újult meg ez a rendszer, azt megtudhatjuk a vendégemtől, Kulcsár Szilviától, aki a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja. Köszönöm itt a stúdióban nálunk. Üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Hát elég sokfajta változás egyébként ez, amiről most szó van, majd ezen végig is fogunk menni, de az egyik legfontosabb szerintem, sőt a legfontosabb, hogy miért volt szükség arra, hogy ez a szakképzési rendszer megváltozzon, kicsit megújuljon. Nagyon fontos tényező, hogy a szakképzés olyan munkaerő piaci résztvevőket, olyan munkaerőt bocsásson ki, amire éppen a munkaerőpiacnak szüksége van. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatók igényei megváltoztak, átalakultak, ezért nekünk is alkalmazkodni kellett ezekhez a változásokhoz. Ez több területet is érint, mind a digitalizációt tekintve, a különböző munkavállalói kompetenciákat tekintve, egy teljesen más jellegű szakképzést igényel ez a fajta képzés, és hát ez volt, ami elsősorban vezényelte az oktatás irányítókat, hogy az alapvetően át kellene szervezni a szakképzést. Mekkora előkészítő munka volt erre egyébként szükséges? Hát azért ez egy másfél-két éves munka volt, amiből mi ugye jóval kevesebbet láttunk. Tehát itt az intézmények a végeken úgymond egy fél éve vannak igazán tisztában azzal, mióta a szakképzési törvény megjelent, illetve a végrehajtási rendelete, hogy pontosan merre és milyen irányba is kell nekünk gondolkozni, de ez nem azt jelenti, hogy ezekkor kezdődött ez a munka, hiszen ahhoz, hogy egy jogszabály megjelenjen, azt megelőzően hosszas, előzetes tanulmányokat kellett folytatni, illetve felméréseket kellett végezni, és ez egy nagyon komoly előkészítő munkával járt. Most ami a leginkább szerintem szembetűnő, mondjuk, hogyha valaki elmegy egy oktatási intézmény előtt, ami mondjuk a szakképzési centrumhoz tartozik, akkor ugye azt látjuk már, hogy technikum. Nem azt látjuk, hogy szakközépiskola, hanem azt, hogy vagy szakgimnázium, hanem hogy technikum. De nyilván a névváltozáson kívül azért egészen más fajta változásról is szó van. Igen, a technikum szó az tulajdonképpen sok emberben még ilyen romantikus érzelmeket ébreszt. Mert hogy még amikor még én is jártam, meg az én korosztályom, nem árulom, mert hogy ez melyik korosztály, de mi még technikumban jártunk, és ez egy sikeres iskolatípus volt. És ezért került sor erre a névváltoztatásra, hogy egy olyan névhez kötődjön a szakképzés átalakítása, ami egyébként pozitívan jelent meg, vagy jelenik meg a szülők és a gyerekek előtt. Ugyanakkor ez nem csak névváltoztatás. Tehát az egy nagyon nagy hiba lenne, vagy hiba lett volna, hogyha csak átnevezték volna az iskolákat. Tehát valóban alapvető változások következtek be, és ettől a tanévtől kezdődően a projekt alapú oktatást helyezzük előtérbe. Mind tananyag tartalmában megváltozott a képzés, mind óra felosztásában megváltozott, szemléletmódjában megváltozott. A szakmai jegyzékben található szakmák esetében kiegészült az elvárások sora a digitális kompetencia szintjének az elvárásával. Tehát minden egyes szakmánál, szakképzettségnél meghatározták, hogy milyen szintű digitális tudásra van szükség ahhoz, hogy ezt a szakmát megfelelően tudja elsajátítani a tanuló. És ami a legfontosabb, hogy nem a vizsgának tanulunk. A végén lesz egy kemény vizsga, egy nagyon komoly vizsga, de nem a folyamatot szabályozza már ez a rendszer, mint az eddigiekben. Tehát az eddig használt kerettantervek megmondták pontosan, hogy melyik hónap, melyik napján, hányadik órájában, melyik tantárgy, hányadik órában mit kell tanítani. Tehát tulajdonképpen a folyamatot szabályozta a rendszer, most viszont ezt nagyon nagy részben elengedte, nagyon-nagyon állósága van az iskoláknak, ugyanis az a lényeg, hogy a végén, amikor a képzésből kikerül a tanuló, mit fog tudni. És ezt mi tulajdonképpen úgy is nevezzük, hogy TEA, tehát tanulási eredmény alapú oktatást kell, hogy szeptembertől bevezessünk az iskoláinkba. Ugye mondta, hogy a digitális kompetenciák elsajátítása nagyon fontos hangsúlyt kap most így az oktatásban. Ez mindenféle dolog adott? Tehát, hogy ez így mindenhol meg fog tudni valósulni? Van azért bőven mit fejleszteni az intézményeinkben, de mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a centrum iskoláiban azért egészen jó a technikai ellátottságunk, de éppen most készülünk beadni egy olyan pályázatot, amelyikben az ágazati képzőközpontok eszközfejlesztését tudnánk biztosítani. Mi tervezünk két ágazati központot mindenképpen, de ha lehet, akkor akár négyben is gondolkoznánk, és ezek közül az egyiket támogató pályázatban nagyon sok informatikai eszközt tudnánk beszerezni, hiszen az egyik képzőközpont, amiben gondolkozunk, hogy kialakítanánk, pont egy informatikai ágazati képzőközpont, és ez azt jelenti, hogy akkor az összes iskolánk tanulóit be tudnánk ebbe az ágazati képzőközpontba hozni, és ott egy nagyon nagy mértékű eszközfejlesztést tudnánk megvalósítani.
azzal, hogy ugye a szakgimnáziumok helyett technikumok lettek, a középiskolák helyett szakképzők. Ez mit jelent egyébként, hogyha az évfolyamokat nézzük? Tehát ugye azok, akik már most ebbe a rendszerbe jelentkeztek, ők mire kell, hogy számítsanak? Hány év alatt tudnak elvégezni iskolát például? Igen, ez is egy komoly változás, hiszen eddig, aki szakgimnáziumba járt, ő az érettségét követően 12. évfolyam végén, ha úgy gondolta, ki tudott lépni a képzésből, és akár el tudott helyezkedni, tovább tudott tanulni, tehát volt választási lehetősége. Most ez azért egy bizonyos mértékig megszűnt. Aki eddig bent volt, és most már 10-es, tehát tavaly volt 9-es, őnekik az a helyzet állt elő, hogy technikumban végezhetnek, de pontosan azért, mert ők még úgy tervezték az életüket, hogy 12-ben választási lehetőség van, nekik ez a választási lehetőség megmaradt. Tehát ők még 12-ben eldönthetik, hogy szeretnének-e minden tantárgyból érettségizni és tovább lépni. Viszont aki most került be 9-be technikumba, őnekik már 5 éves a képzésük, és ők 5. év végén tudnak kilépni a munkaerőpiacra, ami hát azért egy előnyös dolog, bár az 5 év hosszúnak tűnik, de aki technikusként szeretett volna végezni, az így is 5 évig járt, csak a 12. év után maradt még egy évet a technikusi végzettség megszerzéséhez. Ebben az esetben pedig eleve 5 évben gondolkozunk, és 12. év végén előrehozott érettségit tudnak tenni 3 tárgyból, és maximum 3 tárgyból, és az a 3 tárgy alapvetően a mi terveink szerint ez a magyar, matematika és a történelem, és az idegen nyelvet és a szakmai tárgyat pedig 13. év végén tudnák letenni. A szakmai tárgy tulajdonképpen nem tantárgyvizsga, hanem ez már a szakmai vizsgájuk. Tehát a szakmai vizsga eredménye fogja adni az 5. tárgyuk eredményét, ami viszont emelt szintű érettségének számít, így a továbbtanulásnál ez egy komoly előnyt jelenthet számukra. Itt felmerül a kérdés, hogy mennyire rugalmas ez a rendszer. Tehát, hogy amikor valaki elkezdi a 9. osztály, de rájön, hogy mégsem az az ő útja, akkor mi a helyzet? Mindjárt válaszolok erre is, csak nem voltam elég figyelmes, hiszen a 3 éves szakképzőiskoláról nem beszéltem, mert hogy ott is változás történt, mert az eddigiekben ugye úgy számoltuk, hogy 5 éves a képzésük, a 3 éves képzés után automatikusan tudnak maradni érettségizni, és akkor az érettségi vizsga letétele után tudnak kilépni. Ott is volt választási lehetőség, ki tudott lépni bárki a rendszerből, de automatizmus volt az, hogy tovább ment a 2 éves érettségi felkészítésre. Ez is változott. Most a 3 éves képzés után nincs ez az automatizmus, lehet érettségíteni továbbra is, de már nem nappali rendszerben és nem tanulói jogviszonnyal, hanem akkor ez már valamilyen a felnőttek oktatása területén megszervezett oktatása. És elfelejtettem, mi volt a kérdés. Igen, tehát, hogy a rugalmas, mennyire rugalmas ez a rendszer? Mennyire döntheti el mondjuk 9-ben az a diák, aki elkezdi a tanévet, hogy ő mégsem ezt szeretné csinálni, vagy mégsem ezt szeretné tanulni? Ez is egy nagyon fontos változása az új rendszernek, mert 9-ben, amikor jelentkeznek, ugye 8. év végén, vagy 8-ban a gyerekek, 9-ben még ágazatra jelentkeznek, és mind a technikum, mind a szakképzőiskola esetében ágazatot kell választaniuk. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudhatja, hogy ő milyen szakmát szeretne. Természetesen tudhatja, sőt, az nekünk jó, hogyha ő ezzel tisztában van, de hogyha valaki nem annyira magabiztos és nem annyira biztos önmagában, akkor ki tudja választani azt, hogy ő mondjuk faiparral szeretne foglalkozni, vagy fém megmunkálással, vagy ő éppen szolgáltatóiparba szeretne, de még nem tudja, hogy fodrász szeretne lenni, vagy kozmetikus, vagy még nem tudja, hogy asztaló szeretne lenni, vagy kárpítós, tehát ne kelljen még döntenie. Ezt ő megteheti a 3 éves képzésben 9. év végén, a technikus képzésben pedig a 10. év végén szervezett ágazati alapvizsga letétele után, illetve egészen addig folyamatában is, tehát addig át tudnak lépni. Az ágazati alapvizsga után tudnak választani szakmát, hogy éppen milyen irányba szeretnének menni, viszont hogyha valakinél az derül ki, hogy ő 3 éves képzésbe jelentkezett, de megtátosodott, és nagyon jó ágazati alapvizsgát tett, akkor ő átléphet technikus osztályba is, hiszen az ágazati alapképzés tananyag tartalma és a vizsga tartalma ugyanaz a technikusi 10. év végén, mint a szakképző iskola 9. év végén. Tehát itt van egy hatalmas átjárhatóság, ez egy nagyon nagy előny, hiszen iskola típusok között is át tudnak járni a tanulók, hogyha szükséges. Utána tudnak szakmát választani, tehát különböző irányba tudnak menni, és még hogyha gimnáziumot tekintünk, még gimnáziumba is át tudnak lépni, hiszen a technikumban, a 9-10. év folyamban az érettségire felkészítő, az alapvető érettségi tárgyak, azok ugyanolyan óraszámban vannak az ő képzésük során, mint a gimnáziumban. Tehát így egy nagyon nagy rugalmasságot biztosít a rendszer. Ugye beszéltünk arról, hogy a digitális kompetenciák nagyon fontosak. Egyébként a szakmai gyakorlatot, azt hogyan tudják elsajátítani? Tehát, hogy abban változott-e valamit ez a rendszer? Hát a kettő komolyan összefügg,
hiszen a gazdálkodó szervezeteknél található eszközök, eszközpark, az hatalmas változáson ment át az utóbbi 10 évben, 10-15 évben, és ehhez alkalmazkodni kell a szakképzésnek is. És igen, a gyakorlati képzőhelyek esetében, hát előfordul, hogy olyan eszközt kell használniuk, amit ők nem is látnak mondjuk a szakképzésben nálunk az intézményben. Ezért nagyon fontos, hogy a duális partnereket is be tudjuk vonni, hogy a diákjaink ki tudjanak menni hozzájuk, és lássák ezeket az új technológiákat. Nagyon fontos lenne, hogy akár a kollégáinkat is el tudjuk küldeni ezekhez a cégekhez. Tervezzük azt a típusú tanár továbbképzést, illetve oktató továbbképzést, amikor az oktatóink akár egyhetes, akár kéthetes, akár néhány napos kurzusokban el tudnak menni azokhoz a partner cégekhez, ahol ezeket a legújabb technológiákat el tudják ők is sajátítani, hogy el tudják mondani bent a diákjaiknak is, hogy erre kell felkészülni, ezt kell majd használnotok. Fontos újítás egyébként még az is, hogy ösztöndíjrendszer került bevezetésre. Mit is jelent ez? Eddig a szakképzésben az kapott ösztöndíjat, aki hiány szakmát tanult. Ezt mindig meghatározták évente, hogy melyik az a 25 szakma, amelyik hiány szakmaként jelenik meg a rendszerben. Ez megszűnt. Jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy minden szakma hiány szakma. Tehát bármelyiket tekintjük, mindenhol fontos lenne a szakember utánpótlás. Ezért az a változás történt, hogy mindenki ösztöndíjat kap, aki szakképzésbe jelentkezik. Akár szakképzőiskolába, akár technikumba, mindenkinek jár az ösztöndíj. Aki az előző rendszerben kapott ösztöndíjat, és mondjuk most 14-es, és még bent van, vagy éppen 11-es, és még bent van a Szabóki ösztöndíj rendszerében, nekik továbbra is kifutó rendszerben még az előző formában jár majd az ösztöndíj, az új tanulóinknak viszont ez az új ösztönző rendszer lesz az ő lehetőségük. Ami nagyon fontos, hogy minden tanulónk minden évben valamilyen juttatásban részesülni fog. Az a tanuló, aki az ágazati alapvizsga után kikerül egy céghez, akkor ő már munkaszerződéssel fog kikerülni, nem tanulószerződéssel, és a munkaszerződés alapján ő már bért kap. Ez nagyon fontos, hiszen majd az ő éveinek számításánál nyugdíjba is be fog neki számítani. Ez egy nagyon fontos változás, illetve hogyha valaki nem tud olyan szakmát tanul, vagy nincs éppen a környezetünkben olyan gazdálkodó szeret, aki tudná őt fogadni, és marad az iskolában, akkor az intézményi ösztöndíjrendszerben marad bent, és az iskolában fogja kapni az ösztöndíjat. Tehát mindenképpen kap juttatást mindenki. Ez az intézményi ösztöndíj, ez mennyi egyébként mondjuk így összegre? Azt tudjuk-e? Igen. Az ösztöndíj mértékét a minimál bérhez igazították, és ennek százalékában van meghatározva, amit minden évfolyamban. Ugye először csak egy meghatározott összeget kapnak a tanulók, majd a később a tanulmányi eredményük alapján ez emelkedő, illetve sávosan emelkedő lehet számukra. Ami egy szintén újdonság, hogyha valaki végez, és megszerezte a szakmai vizsgáját, akkor egy ilyen indulását segítő egy összegű juttatást tud még kapni. Ami még bennem megfogalmazott kérdés, hogy az OK-s képzésekkel mi a helyzet? Ezek még vannak, nincsenek, lesznek-e? Mit lehet tudni? Hát az OK-é, mint olyan, az megszűnt. Átvette a helyét a szakmajegyzék. Ugyanakkor vannak olyan OK-s képzések, amelyeket már eddig beterveztünk, beterveztek akár felnőtt képzők, és azokat az OK-s képzéseket, amelyeket a továbbiakban engedélyeztettek a felnőtt képzők, ezeket még 2022-ig lehet oktatni, de utána ezek a teljesen kivezetésre kerülnek, hiszen a szakmajegyzék veszi át a helyüket, és a szakmajegyzékben található szakmákat, szakképesítéseket lehet majd csak oktatni. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum vizsgaközpontként is működik, nem olyan régóta. Mit kell tudnunk erről a működésről? Érdekes a helyzet, mert a szakközi törvény szerint ugye 2025-től már önálló független vizsgaközpontban lehet majd csak vizsgát tenni, szakmai vizsgát tenni. Addig, amíg ezek a vizsgaközpontok nem állnak fel, addig az intézmények látják el ezeket a vizsgáztatási feladatokat. Tehát most például az őszi szakmai vizsga esetében az intézmény a vizsgaszervező, és ők fogják lebonyolítani még tavasszal is, meg még jövőre is. Ugyanis nálunk már felállt az a vizsgaközpont, amelyik jog szerint már élő, de az akkreditációja az közel egy évet vesz igényben. Nagyon-nagyon sok feladat van ebben a vizsgaközpontnak a felállításában, hiszen nem csak magát az intézményt kell akkreditáltatni, hanem majd a személyeket, a folyamatokat, és ez egy nagyon hosszadalmas eljárás. Most indul október 1-től a próba, három próba hónapunk, amelynek a működését majd dokumentálni kell, és ezt a Nemzeti Akkreditációs Hatóság fogja vizsgálni,
és hogyha ez megtörtént, akkor utána jön a következő lépés, amikor meg tudjuk határozni, hogy mely területeken mit szeretnénk vizsgáztatni, és ez még egy újabb folyamat, úgyhogy ha szerencsénk van, és nagyon jól tudunk, és gyorsan tudunk dolgozni, akkor hát májusban talán, de én azt gondolom, hogy inkább jövő ősszel lesznek az első vizsgák, amiket mi független vizsgaközpontként tudunk majd lebonyolítani. Még egy dolgot kell erről elmondani, hogy nem véletlenül mondom azt, hogy független vizsgaközpont, mert bár a szakképzési centrum elemeként működik, de szakmailag semmilyen formában nem utasítható és nem befolyásolható az ő működésük. Tehát tulajdonképpen papírforma szerint az intézménynek része, egy intézmény egysége, de szakmai felügyeletet nem gyakorolhatunk felette, pontosan azért, hogy biztosítani tudjuk a függetlenséget. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum is valamilyen fajton, a vezetőség átalakult, főigazgatóból kancellár asszony lett, ugye Dominó Csaba tanácsadó kancellár, és főigazgató lett Szépné Holzer Piroska. De még az intézmények élén is történtek változások. Miért volt szükség, hogy mondjuk az intézmények élén legyenek változások? Hát tulajdonképpen három iskolánk élén történt változás. Az egyik azért történt, mert tavaly, amikor Dominó Csaba a kollégám kancellár lett, akkor ugye elhagyta a Széchenyi iskolát, és akkor az ő helyettese lépett előre, de akkor még csak megbízott igazgatóként tudott regnálni. Most írták ki a pályázatot, és ő most tudott valóban igazgatói megbízást kapni. A Vörösmarty iskolánk élén azért történt változás, hiszen kancellár lettem én, illetve az ottani igazgató asszony kollégánk, pedig Szépné Holzer Piroska belépett főigazgatónak, ott most szintén megbízott igazgatóként, SMS szerinti helyettesítésben egyelőre, de utána megbízott igazgatóként fog működni az ottani helyettes kollégánk, Horváth Imre. A Váci tagintézményünk élén megbízott igazgatóként volt eddig igazgatóasszony, illetve igazgatóhelyettes asszony, és ott is kiírták a pályázatot, és most lett végleges a történet, és a Jáki hasonló módon. Onnan pedig az eddigi megbízott igazgató Kovács Péter kollégám bejött a centrumba főosztályvezetőnek, és az ő igazgatói székét pályázattal töltöttük be. Tehát igazából tulajdonképpen a négy változásból három az egy pályázati kiírás alapján betöltött igazgatói pozíció lett. Ezekre ezért volt szükség. Hát nálunk a centrumban pedig azért történtek a változások, mert Dominó Csaba kollégám decemberben nyugdíjba fog menni, és ezért tanácsadói pozícióban gondoltuk, hogy ő tud még nekünk segíteni az átmenetben, és mivel ő szeretne így most ebből már kivonulni, így én átléptem kancellárnak, és akkor így történtek ezek a változások. Csupa újdonságról és változásról beszélünk, és az egyik ilyen az iskolaőrség, a centrumnak az intézményeinél is igényelték. Mely intézményeknél pontosan, tehát hol indult el ez az iskolaőrség, hogyan kell elképzeljük, hogy indult el a tanév velük? 5 iskolánkba kértünk iskolaőrt. Hát sokat gondolkoztunk rajta, hogy kérjük vagy se. Nem tudtuk, hogy ez majd pozitív lesz, vagy negatív lesz, vagy milyen lesz az iskola megítélése, hogy azt gondolják majd a tanulók és a szülők, hogyha iskolaőrt kérünk, akkor ott biztosan botrányos lehet az iskola élet. De aztán átgondolva úgy gondoltuk, hogy milyen prevenciós jelleggel próbálnánk meg ezt bevezetni, és így az 5 iskolánkba úgy kértük, hogy az Árpádban, a Váciban, a Vörösmartiban, a Hunyadiban és Móron a Perccel iskolánkban van iskolaőr. Az volt az elképzelésünk, hogy ahol nagyon nagy az iskola területe, akkor ott be tudnak segíteni az ügyeletes tanárnak szünetekben. Egyik iskolánkban sem jellemző az, hogy olyan erőszakos cselekmények lennének, amiért erre szükségünk lehetett volna, de azért azt látjuk, hogy a médiából mindenhonnan beszűrődő információk alapján, hogy változik azért a diákok hozzáállása az iskolához, és gondoltuk, hogy ezt inkább megelőznénk. Nagyon pozitívak egyébként a visszajelzések. Kicsit félbe vágtunk mi is bele ebben a dologba, és megkérdezve az igazgató kollégákat, ahol már munkába álltak az iskolaőrök, mindannyian nagyon pozitívan nyilatkoztak, hogy jelentkeztek, megkérdezték, hogy mi a feladat, hol tudnak segíteni, miben tudnak segíteni. Tényleg ők is egy ilyen partnerként tekintenek a vezetőségre, a kollégákra, és eddig mindenki úgy nyilatkozta, hogy jó döntés volt, hogy van iskolaőrünk, bár még nem volt különösebb feladatuk. Igen, hát reméljük, hogy nem is lesz nagyon feladatuk. Igen. Egyébként még lehetőség van arra, hogy több intézménybe is igényeljék, vagy eddig, amiket felmértek, azokat az igényeket tudták csak teljesíteni? Mi eddig ennyit kértünk. A tájékoztatások alapján, hogyha szükségünk lenne iskolaőrökre még, és jeleznék az igényünket, akkor
folyamatosan veszik fel a kollégákat, és akkor lenne lehetőség, hogy más iskolában is legyen. De mi úgy gondoltuk, hogy ezt a tanévet mi végig visszük, meglátjuk, hogy ez mennyire segített nekünk az iskolai életnek a megszervezésében, és akkor jövőre fogunk dönteni erről, hogy hogyan tovább. Sajnos a koronavírus még mindig jelen van így az országunkban is, erről is kell egy kicsit beszélnünk. Mi a helyzet a szakképzési centrum intézményeiben, járvány ügyben? 11 iskolánkból mindössze egy tucatnyi tanuló van, aki úgy van otthon, hogy kontakt személyként. Tehát nincsenek tünetei, nem történt semmi olyan jelenség, amiatt otthon kéne maradnia, de vagy csapattársa, vagy rokona, vagy valaki volt külföldön, vagy olyan helyzetbe került, hogy egyébként otthon kellene lennie. Tehát ők otthon vannak, ez tényleg ilyen 11 néhány tanuló, ők otthon vannak tünet nélkül, tehát ők nem kerültek kapcsolatba covidosokkal, viszont az Árpád szakképző intézményünkben tegnap kiderült, hogy van egy pozitív teszttel rendelkező tanulónk. Ő egy nagyon korrekt eljárás során nagyon hamar bejelentette, hogy ő valódi, tehát nagyon közeli kontakt személy, mert hogy ő sportoló, és már múlt héten kedden, tehát másodikán kiderült a sportolótársáról, hogy ő pozitív. Ezért ő aznap azonnal jelezte az osztályfőnökének, az iskolának, és ő másnap már nem is jött iskolába. És várta otthon az eredményt, hiszen őket azonnal le is tesztelték, és mivel szerdától már nem volt iskolában, most kedden, tegnap derült ki, hogy az ő eredménye is pozitív, így az egész osztályt, akivel egyébként ő egy napot találkozott elsején, amikor zárt térben voltak, másodikán pedig egész nap sportfoglalkozásuk volt, ezért szabad téren voltak. Tehát nem volt olyan nagyon sok az a kontaktidő, amit az osztálytársaival töltött, de az egész osztály otthon van mai naptól, és távoktatás formában szerveztük meg az ő oktatásukat. Az a kollégánk, aki osztályfőnökként részt vett az első napon az ő óráin, ő is otthon van ugyanígy önkéntes karanténban. És hát megtehetnénk azt, hogy minden diákunkat elküldjük tesztre, és a centrum vállalná is, és ki is fizetnénk, mikor ilyen helyzet van, nem okozna problémát, csak az a baj, hogy mivel két nap elteltével 48 óra különbséggel kell két negatív, pozitív, vagy negatív tesztet produkálni, már nem férne bele időben, és mire megkapnánk a tesztet, már le is jár a két hét, hiszen ők már múlt hét óta nem találkoztak. Ezért mi most nem küldtük el az osztályt, de ha olyan eset derül neki, hogy azonnal kell lépnünk, akkor igen, akkor a centrum részéről mi vállaljuk azt, hogy elküldjük a tanulókat is, és leteszteljük, és megnézzük, és nem kell akkor két hétig otthon maradniuk, és ki tudjuk, akkor csak egy hetet estünk ki az oktatásból. Igen, ez is egy kérdés egyébként, hogy így a járványhelyzetben mi várható még, vagy hogyan készülnek. Itt van a digitális oktatás kérdése is. Hol van az a pont, amikor azt mondja mondjuk a centrum, vagy az intézmények, hogy akkor digitális oktatás? Arról, hogy az egész iskola otthon maradjon, és digitális oktatásban vegyen részt, arról nem mi döntünk, arról a fenntartó dönt. Nekünk napi jelentést kell adnunk jelen pillanatban is az iskolában, iskoláinkban előforduló esetekről, és ezen napi jelentések alapján fognak majd ők dönteni. Ugyanakkor minden iskola felkészült, mindenki elkészítette az intézkedési tervét. Egyrészt arra vonatkozóan, hogy ha egy tanulónál fordul elő, akkor hogyan tudjuk megoldani, hogy ő otthon marad, az egész osztály otthon marad, akkor akik ott tanítanak, ő nekik hogyan alakítják át az órarendjüket, hogyan tudják megoldani az ő oktatásukat. Ha esetleg több osztályról van szó, vagy akár évfolyamot érintő változtatást kell véghez vinni, ezek az intézkedési tervek, ezek elkészültek az iskolákban, és ezek alapján minden intézmény a maga adottságainak megfelelően tudja megoldani, hiszen nem egyformák az épületek, nem egyforma a diáklétszám, tehát nagyon sok minden változó van, ezért ezt mindenki elkészítette, és abban a pillanatban, hogy azt mondják nekünk, hogy a fenntartó azt mondja, hogy már pedig mindenkinek otthon kell maradni és digitális oktatás, akkor viszont át tudunk állni, hiszen a tavaszi időszaknak megfelelően vannak már tapasztalataink, és ezeket a tapasztalatokat beépítve meg tudjuk oldani ezt az oktatást. Itt egy, ami esetleg nehézséges lesz, ez a szakmai tárgyaknak az oktatása. A gyakorlat így van. Valóban a gyakorlatot nagyon, ezt nem lehet megoldani, és tavasszal is a legnagyobb problémát ez okozta számunkra is. Azoknak az évfolyamoknak, akiknek még van következő évfolyamuk, nekik könnyebb dolgunk van, mert át tudjuk szervezni, tehát át tudjuk csoportosítani, ugye az elmélet gyakorlat ma már nem olyan, nem válik el úgy, mint eddig, ez is egy újdonsága a szakképzésnek, és emiatt az intézményre van az bízva, hogy hogyan csoportosítja a tanulási egységeket, anyagtartalmakat. Tehát meg lehet azt tenni, hogy a gyakorlatot mondjuk a második fél évre időzítjük, és az első fél évben csak elmélet van. Ez is kivitelezhető, de ez nagyon bonyolult. Tehát a gyakorlat miatt valóban nagyon komolyan át kell gondolnunk, hogy mikor kerül sor arra, hogy digitális oktatásra átálljunk, és mi ameddig csak lehet,
a tanulóink és a kollégáink veszélyeztetése nélkül a lehető legtovább szeretnénk elkerülni, hogy erre sor kerüljön. Pontosan azért, mert az otthoni oktatás, a digitális oktatás azért ez annyira újdonság még, hogy a tavalyi tapasztalatok, vagy a tavaszi tapasztalatok alapján is azt mondhatjuk, hogy nem elég hatékony. Meg lehet oldani, meg tudjuk oldani, tudunk segíteni a diákoknak, áthidaló megoldásnak mindenképpen jó, de nem elég hatékony. És főleg egy ilyen vizsgafelkészítési időszakban, most is jön az őszi vizsgai időszak, tehát nem szerencsés, hogyha a tanulók otthon maradnak, tehát mi igyekszünk megoldani, hogy ne kelljen otthon maradniuk. És hát nagyon reméljük, hogy nem is lesz rá nagyon szükség, legalábbis tényleg bízunk abban, hogy ez a járványhelyzet majd megoldódik. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt itt a stúdióban, és kicsit jobban megismerhettük a szakképzési rendszer változásait. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a Köztérben Kulcsár Szilviát hallhatták, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancelláriát, kicsit bővebben megismerhették így a szakképzési rendszer átalakulását. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!